Üdvözlök mindenkit, Zeki! És ma OnlyFans témával jöttem hozzátok, srácok, mert olyat találtam az OnlyFans-szel kapcsolatban, amiben nem hittem volna, hogy létezik, de megtaláltam. Így ma nem lepődök meg semmin. De mielőtt elkezdeném a videót, azoknak az embereknek el szeretném mesélni, hogy mi is az OnlyFans, akik még nem tudnak erről a csodálatos oldalról. Az OnlyFans egy olyan oldal, ahol feltölthető képeket és videókat, ahol dugatod magadot, pucérkodsz rajta, mutató egy kis bőrt, próbálod a színpeket, meg a kúmereket magadra vonzani, és fizessenek neked. Ezen a oldalon, hogyha látni akarják a képeidet, akkor bizonyos összeget havonta le kell tenniük, és cserébe láthassak képeidet, videóidot, ahol nudkodsz, és pucérkodó. Tegnap ugye görgettem az internet csodás mély bugyraiban, és olyanra bukkantam, ami őszintén valamilyen módon meg se lepett, de ezután már semmi nem fog meglepni. Az, hogy megtaláltam az első családot, aki OnlyFans-t üzemeltet, azaz anyalányát. Mindkettőnek van külön OnlyFans oldala, de néha csinálnak crossovereket, egymás videóiba, képeibe szerepelnek, és próbálják lehúzni a férfiakat. De azt nem értem, hogy kinek volt elsőnek az ötlete, hogy indítsanak OnlyFans. Lehet, hogy a lány elkezdte, ugye csinálta, anya betoppant az ajtón, és így kérdezi lányától, ki pucéran fényképezi magát, hogy te lányom, mit csinálsz abba a tükörbe? Aztán elmesélte, hogy van ez a oldal, és akkor lehet anya beleegyezett, ez könnyű pénzszerzés, és akkor így, oké, és hol az apa? Hol a férj? Ő mit mondott? Vagy hol vannak a nagyszülők? Hol vannak a anyaszülői? Hol vannak mindenki, érted? A szomszédok! Faszomban, hogy működik? Én nem bírom meg... Nem bírom fölfogni ezt egészet, hogy anya-lánya OnlyFans, geci? Te el tudod ezt hinni? Képzeld el aztat, hogy a csajnak van csávója, és akkor anya is néha betoppan. A mulira. Néha adja magát ő is megsunázni. Aztán családban marad a titok. Ez nem, ez túl sok, de baszki, már jutottunk arra a pontra, hogy nem tudod, kinek van OnlyFans-e. Szó szerint, tegnap előtt vagy múlt héten, így görgetek, Twitch-en ugye, beajánlottaknál bedob nekem egy csatornát, Chaisi volt, streamőt, Siege-et, rámegyek, tudom, Siege streamen lányok, not good, de én rámentem. Tök aranyos volt. Ella cosplaybe volt, nekem az pluszpont volt, Ella a waifum. Olátom van Instagramja, rámegyünk. Több Siege cosplay, vagyis csak Siege cosplay. Még több pluszpont. Attól függetlenül szarjáték a karakterek, meg nem kukák a női karakterek. És látok a leírásában egy linket. Az ilyen social media link volt, azaz összegyűjtötte az összes social oldalt, és akkor egy listában voltak, és rá tudták átvitni, és akkor ott látok, hogy Patreon, 18 plusz Patreon, aztán Twitter, 18 plusz Twitter, és így dokébbi megmutatta, milyen van, és aztán látom OnlyFans, és így baszki, és én nem tudtam volna elképzelni, hogy van OnlyFans, és rengeteg ilyennek van, úgyhogy nem hirdetik, nem írják ki, de miután kicsit mélyebbre alsó, megtalod az OnlyFans oldalukat. Aztán lehet, hogy a szomszédlánnak is van OnlyFans-e. Ki tudja? Mai világban, baszki, ez a OnlyFans egy akkor elfogadott dolog lett, hogy hihetetlen. Ez ma teljes mértékben olyan, mintha házról házra járna és szappant árulna. Van naturális. És lányok, ha netán néztek engem, és most ti is ötletet kaptatok arra, hogy indítsatok OnlyFans oldalt, de nem tudjátok, hogy kezdjetek hozzá, írjatok nekem. Lányok, én segítek nektek 30%-kal cserébe, és segítek nektek, oké? Bármit, hallod, összehozunk bármit. 30%-ét cserébe fölfuttatlak titeket, de úgy kapnak utánatok a férfiak. És ha ma mindenki OnlyFans oldalt indít, én is erősen elgondolkozok azon, hogy indítsak én is.
Mert ha netán van rá igény, nyugodtan írjátok le oda a kommentekbe, hogy Zeki indítson OnlyFans-t, akarjuk látni a Himpilimbidet. És ha lesz ilyen, rakok egy olyat, hogy csak 100 dolcsi lehet arra feliratkozni. De ott fogtok látni, amit streambe is kértetek tőlem, hogy tényleg fessen be a golyóimot, és a rakétának arcázzuk a rudamot, és megígérem nektek azt, hogy Elon Musk-a ki fogjuk lőni azt a rakétát, mint a kibaszott Tesla-ját. Ennyi lett volna mára, srácok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és ha szeretnétek OnlyFans oldalt Zekivel oda lenne a kommentekbe, ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, és találkozunk legközelebb, mindenkinek szép napot kívánok, sziasztok! You see me.